Egyébként én nekem volt abszolút megtiszteltetés, meg én nekem van hála a szívemben azzal kapcsolatban, hogy végezhettem ezt a szolgálatot, mert én ezt ugye a világban végeztem egy 20 pár éven keresztül, és soha nem találtam benne a helyemet. Tehát hiába voltam akármilyen komoly tévés produkcióban, színházakban, vagy hatalmas nagy turnékon, a Nike-val, kint Moszkvában, vagy bármi. Tehát, hogy soha nem találtam a helyem, és soha nem éreztem, hogy ott jó helyen lennék, és hogy az a közeg lenne az én közegem, úgyhogy én voltam mindig is hálás azért, hogy tehettük ezt, amit tettünk, és majd bízom benne, hogy folytatni is fogjuk, csak most egy kis szünetet fogunk majd tartani, mert ugye érkezik a második baba. No, arról kért engem az Attila meg, hogy... Második babát meg. Ja? Fújja, dicsőség. Mi csak eszközök vagyunk. Hogy a táncról beszéljek, mint a dicsőítésben egy fontos szereplőről, tehát a mi életünkben egy fontos szereplőről. És akkor kezdeném egy ilyen kis játékkal mindjárt az elején, mert úgy készültem, hogy beindítunk majd valami kis bejátszást, egy zenét, amit szerettem volna, hogyha bejátszunk, de annyira jól sikerült a dicsőítés, hogy nem kellett, tehát hihetetlen jó volt a csapat, úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm nektek. Játszunk egy olyat, hogy csukjátok be a szemeteket, ilyet mi sose játszottunk, és képzeljétek el azt, hogy egy színpadon álltok, alattatok a nézőközönség, és ti táncoltok. És ti dicsőítetek fenn a színpadon, és táncoltok. Jó, és most így csukva, tartsátok csukva a szemeteket, tegye fel az a kezét, akinek sikerült ezt elképzelni. Oké. Most azt tegye fel a kezét, aki igaz, hogy elképzelte, de érzi is, hogy ez milyen ott a színpadon fönt lenni és dicsőíteni. Kicsit kevesebb a kéz. Oké. És pont ezt is akartam az elején elérni, hogy én azért nem szeretnék a táncról, mint dicsőítésről beszélni itt közöttetek, ugyanis ezt nagyon kevesen tudják, megértik. Tehát aki nem állt még színpadon és nem dicsőített tánccal, zenével, énekkel, teljesen mindegy, mivel, soha nem fogja megérteni, milyen érzés. És ebből a szempontból ez egy kényes terület, mert nagyon hamar átmehet maga mutogatásba. Tehát nagyon sokszor átmegy egy szereplés vágyba, és valaki betanul valamit, vagy valami úgy érzi, hogy most akkor látta az X-faktort, és akkor most fölmegy, és nem biztos, hogy ott van a helye. Tehát, hogy én szerintem ezt azért tegyük most az elején tisztába gyorsan, hogy itt is láttatok dicsőítő csapatokat, nagyon-nagyon jó zenészeink, énekeseink vannak, de ők nem azért vannak a színpadon, mert most nem volt más dolguk, és éppen most találtak egy dobszerkót és fölmentek, vagy megfogtak egy mikrofont, hanem ők erre készülnek. Ők erre gyakorolnak, ők erre azt a talentumot, amit az Úrtól kaptak, ezt ők csiszolják, és oda teszik az Isten kezébe, és az Isten így tudja őket használni. Tehát nem azért vannak a színpadon, hogy magukat mutogassák, hanem ők ebben rettentő sok munkát fektetnek bele. És ezért is nagyon kevesen tudják megérteni a táncot, aki már ugye részt vett nálunk a kurzuson, és kipróbált, hogy milyen, azt tudja, hogy edzeni hetente 3-2 órát, akkor is, amikor szakad az eső, vagy akkor is, amikor éppen a többiek moziba vannak, vagy strandon vannak, mert most készülünk egy előadásra, az egy nagyon-nagyon nehéz és embert próbáló munka. És nem mindig hálás, mert nem mindig akkor vannak a fellépések, amikor a legjobb paszba vagy. Nagyon sokszor általában akkor mentünk turnézni, amikor a fele csapatnak fájt a feje, az egyik meghúzta a lábát, a másiknak női problémája volt. Tehát mindig volt valami olyan történet, ami hátrát adta volna azt, hogy te azt tud végezni úgy, hogy... Tehát az esetek szerintem 5-10%-ában fordul az elő, hogy te pont akkor a toppon vagy, és akkor vagy a legjobb, és akkor te azt elő tudod adni. Tehát ez nagyon-nagyon ritka. Ezért is mondom azt, hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy a színpadon szerepeljen. Azért külön meg kell dolgozni. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy aki fölmegy a színpadra, az felejtse el, hogy most ő kicsoda, meg hogy ő van a színpadon, hanem bízza magát az Úrra, mert ez egy szolgálat, nem egy előadás. Tehát teljesen más, amikor te egy színházba elmész, és színészeket látsz, és egy színdarabot adnak neked elő, és teljesen más, amikor fölmegy valaki a színpadra, és az Úr nevét akarja fölemelni. Onnantól kezdve, hogyha te, mint ember nem halsz meg, és nem szűnsz meg, akkor egyszerűen alkalmatlan vagy erre a szolgálatra. Mert nem te vagy az első helyen, és ez nagyon fontos. És hogyha lejössz a színpadról, és rád fognak köszönni, és megismernek, és gratulálnak, és akkor ezt soha ne felejtsd el, hogy oké, hogy te megtetted érte az, ami a te dolgod, de ezt az Úr rád bízta, és téged ebben erősít, és ad neked hozzá szorgalmat, erőt, tehetséget, talentumot, képességet, hogy te ezt csináld. De ez nem a te érdemed. Tehát amint ezt az ember megérti, abban a pillanatban helyére kerül a szolgálat, mint szó. Mert a tánc is egy szolgálat. Hiába egy művészeti tevékenység, hogyha ez csak művészeti tevékenység, önmagában semmi.
Semmi értelme. Nagyon szép, meg szórakoztat esetleg addig, ameddig valaki fent van a színpadon, de egyébként nem ad semmit. És egy értés van az, hogyha mondjuk látok zászlózásokat, vagy látok olyan táncokat a színpadon, amikor a nézőközönség feszeng, és már nem tudja mit csinálni, hogy hova nézzen, vagy éppen elbújjon, vagy éppen kimenjen kritikusan WC-re. Tehát, hogy ezért nagyon fontos az, hogy abban a pillanatban, hogy valaki szolgálni megy föl, azt te érzed. Mert abban a pillanatban esetleg egy dicsőítést kiegészíti az a táncprodukció, kiegészíti az a zászlózás, és nem zavaró, hanem pont még jó. Pont, hogy hozzátesz. De tényleg ehhez az kell, hogy te ehhez gyakoroljál, te ehhez készüljél, és akkor abban a pillanatban te ne koreográfiát akarjál előadni, hanem te szolgálni akarjál. Ezért is mondtam azt mindig, hogy, hogy nem az a fontos, hogy te csinos legyél, meg szép legyél, meg hogy nagyon milyen szép ruháid vannak, meg hogy te szerintette az emberek szemébe te nagyon jól nézel ki, mert ez teljesen lényegtelen, mert az Isten mindenkiben gyönyörködik. Az Isten nem azért választott ki téged, mert te most 1,80 vagy szőkelyű, kékszemű és 46 kiló, mert most úgy néznek ki a modellek, ami szerintem borzalom, de ez az én véleményem. Tehát, hogy semmi köze a külsődnek, a világ szerinti elvárásnak ahhoz, hogy az Isten mit gondol rólad. És aztán erre majd vissza is fog térni. És akkor jön egy olyan kényes téma, amit kicsit vaciláltam, hogy beletegyek, vagy ne tegyek bele, de megemlítem, mert én bennem van már motoszkál ideje. Ez a keresztény sztárság. Én ezt nem tudom hova tenni. Tehát, hogy az, hogy a világban létezik ilyen, hogy sztár, és ugye mindenki másolja a sztárokat, és akkor úgy hordják a hajukat, meg agyon tetováltatják maguknak a focisták, most az divat, meg hogy lehúznak a gatyájukat, hogy kint van a fenekük, ezek hasonlók. Tehát, hogy oké, hogy most vannak ilyen trendek, és ezt követik a fiatalok, és ez mindig is lesz. De nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy ezeket a sztárokat nem csak a külsőjük alapján kezdik el a fiatalok másolni, hanem a beszédstílusokat, a viselkedésüket, azt, ahogy emberekkel bánnak, azt, ahogy a családjukkal bánnak. És nézzétek meg, hogy igazából milyen kevés olyan példát lehet látni, sőt, én nem túl sok olyan példát tudok mondani, ahol a családi háttér rendben van. Tehát a külcsíny oké, hogy most hogy nézek ki egy ilyen címlapfotón, meg hogy éppen a tévében mit mutogatnak rólam, de hogy mi van a mélységben, mi van a hétköznapokban, hogy én hogy bánok a gyerekemmel, hogyan bánok a házastársammal, hogyan bánok a szüleimmel, a barátaimmal, erről nem beszél senki. Ugye a bulvár sajtó mire kíváncsi, kikivel, hányszor, miért nem akkor, miért pont most. Tehát nem az értékekről beszél. És ez eldeformálja az embert, mert ugye ezeket a termékeket önti minden. Az összes média ezzel van tele. Nézzétek meg, hogy az már nem hír, hogy valaki segített valakinek, vagy valahova lement, mondjuk esetleg a szeretett szolgált Magyarországra, és segített a bajba jutottaknak. Nem. Az a hír, hogyha valahol összedőlt egy ház, és az azért dőlt össze, mert ott a szomszéd összeveszette nem tudom mivel, és már kijön belőle egy ilyen igazi háborús uszítás, egy ilyen teljes eldeformáció, tehát nem arról szól az egész, amiről valójában szólt. Azok a hírek, amiket hallunk, azoknak nagyon nagy része kreált dolog. Tehát nem azt mondják el, ami a valóság, hanem beállítják egy szemszögből, és az a szemszög, az valakinek épp a látásmódja, de hogy a valósághoz annak mennyi köze van, az akkor derül neki, mikor látnánk igazából egybe az egészet. És ugye ezért mondom azt, hogy ez a keresztény sztárság nekem nem passzol össze, és itt egy pillanatra csak megemlíteném az ezen a napot, mindenki tudja, miről van szó. Egy nagyon komoly, nagyon nívós, szép rendezvény, hál' Istennek, hogy a keresztények között is van ilyen rendezvény. És tényleg egy nagyon komoly színpadtechnikát raknak oda, látványtechnikával, mindennel. Viszont azzal maximálisan, sőt nem maximálisan, egyáltalán nem értek egyet, hogy idehozzuk a külföldi sztár zenekarokat, senkivel sem, semmivel sem jobb zenészek, mint a magyar zenészek, sőt, nagyon sokszor. És már bocs, kiszolgáljuk őket, hogy szépen fogalmazzak. És a magyaroknak annyit nem mondanak, hogy köszönjük. Akik esetleg odautaznak 200-300 kilométerről, ugyanúgy szolgálnak, és ez nem helyes. Tehát azok az emberek ugyanolyan szolgáló emberek, ugyanolyan emberek, mint bárki más. Tehát nincs emberek között különbség, és soha ne is tegyetek így emberek között különbséget, mert ez nem helyes. Az Isten se úgy néz rád, hogy most szeretlek, mert te ezt és ezt tetted. De azt nem tudod kierőszakolni Istentől, hogy ő szeressen téged. Ő szeret téged. Nem azért szeret, mert te jót tettél, nem azért szeret, mert te nem tudom milyen eredményt értél el, vagy mit kreáltál ezért, vagy hogy mit hoztál létre, teljesen független ettől. De Jézus nem azért halt meg, érted, mert te jó vagy. Nem azért halt meg, érted, mert te most ma reggel elmosogattál, meg most éppen nem gáncsoltad el a szomszédodat. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mi mit teszünk. Tehát, hogyha ezt megérted, hogy nem azért szeret téged az Isten, mert te ezt megérdemled, akkor helyre kerül az a szó, hogy kegyelem.
És az Isten nem személyválogató, akkor mi hogyan lehetünk azok? Mi se engedhetjük meg magunknak, hogy valakire azért nézzünk másképp, mert most ő jött le a színpadról, mert most ő volt az óriás plakátom, meg nem tudom. Én nagyon sok ilyen ember között dolgoztam 20 éven keresztül, higgyétek el, hogy nap mint nap találkoztam olyan emberekkel, akik folynak a tévéből, és együtt dolgoztam velük színpadokon. És borzasztó kevés olyan ember van, aki tényleg ember ezek között, már bocs, a világiak között gondolom, és a szónak abban az értelmében gondolom, hogy olyan értékes ember, aki tudna egy olyan értéket képviselni, ami követendő normális példa. Tehát sokkal több olyat láttam az igazából szürkének nevezett emberek között, akik ülnek a nézők között, ülnek a sorokban, de közben fölneveltek 6 gyereket, közben 3 unokát ringatnak, meg segítenek még másik 3 családnak. Ha lát valakit, aki bajban van, oda megy és segít neki. Ezek az igazi értékek, nem ezek az emberek viszik előre, ezek a fölfújt lóbalmok viszik előre a világot, és arra nagyon figyeltek, hogy ilyeneket soha ne kövessetek. És itt jön be a másik kérdésem, és most egy kicsit interaktívá tesszük a dolgot, hogy biztos azért nekünk is vannak példaképeink, mert mindenkinek van, tehát mindenki másol egy picikét valamit, vagy valakit, vannak szimpatikus emberek, legyenek azok énekesek, zenészek, sportolók, színészek, teljesen mindegy, hogy egy-kettőt szeretnék hallgatni, hogy van-e olyan példaképetek így a világból, vagy bárhonnan, de lehet keresztény példakép is, tehát nem kötelező, most itt nem a világot akarom pocskondírozni végig folyamatosan, csak hogy kinek, jó, kinek kicsoda? Füli? Oké. Martin? Vagy ez? Oxigén? Egy keresztény hoki játékos mondott. Anyukád. Az jó. Oké, Dóri. Azt nem ismerem. Jó. De ez tök jó. Tehát jó ezeket hallani. Mert az nem baj, hogyha valakire ti fölnéztek. Mert van olyan tulajdonsága, ami neked tetszik és szimpatikus, és szeretnéd követni. Ezzel sosincs baj. Azzal van baj, amikor elkezdenek egy embert bálványozni. És átveszi a helyét Jézusnak. Akkor baj van. Akkor biztos, hogy baj van, mert leveted a szemedet arról az útról, amerre menne az életed. És abban a pillanatban el fog süllyedni. Mert abban a pillanatban be fognak jönni olyan külsőségek, legyen az testi, legyen az öltözködési, viselkedésbeli, teljesen mindegy, amik nem az úrtól vannak. Abban a pillanatban be fog jönni ilyen. És akkor most jön az a kérdés, hogy miért Jézus a legjobb példakép? Azt hiszem, lett is egy ilyen kérdés, a harmadik. Hogy miért pont Jézus a legjobb és igazi példakép? Kérnék be kiabálásokat. Mert tökéletes. Nektek nem Jézus a példaképedek? Akkor meg mérő. Szép borostás, hosszú haja. Mert olyan van máshol is, csak ez... Nem törekszik az emberek elismerésére. Aztán? Kegyelemben. Oké. Okay. Ami nekem beugrott róla, hogy sosem nem fogsz benne csalódni. Tehát, hogy emberekben mindig is találsz majd olyan hibát, még abba is, aki szerinted a legtökéletesebb, ami nem szimpatikus, mert emberek vagyunk. Tehát mindenkinek vannak rossz tulajdonságai, vagy éppen aznap rossz lábbal kelt föl, és akkor szólt csak egy rosszat. És nem akarta, tehát most nem azért van, mert beléd akar gyalogolni, csak azért, mert emberek vagyunk. Tudom magamról is, hogy néha olyan tudok lenni, mint a bokorot, és utána visszagondolok, hogy jó anyám, ezt én mondtam. És ugyanazzal a szájjal utána oda megyek, és mondjuk megcsókolom a feleségemet, vagy megdísérem a gyerekemet. Tehát, hogy mi jön ki a szánkból. És ha belegondolsz abba, hogy biztos volt már ilyen, hogy fölruháztál egy embert olyan tulajdonságokkal, ami soha nem rendelkezett, és amikor leesett a lepel, hogy ő valójában nem is olyan ember,
akkor meg ott álltál, hogy mert szakadékban vagyok, hát hogy képzelhettem ezt valakiről. És itt egy picit rátérnék, csak egy mondat erejéig a fiataloknál a párválasztásra. Akkor szoktunk beleesni ezekbe a hibákba, hogy meglátok valakit, megtetszik, a szeme, a haja, az öltözködése, a beszédje, teljesen mindegy, és azonnal elkezdem fölruházni olyan tulajdonságokkal, amivel soha életében nem rendelkezett. És aztán, amikor lehullik a rosszinköd, és én megismerem valójában, hogy milyen, akkor pedig kiábrándulok belőle, és akkor még a végén össze is veszünk, és elmegyünk egymás mellett, mert hogy én nem ilyet kerestem. Oké, de hát sose volt olyan. Az mondjuk, oké, ez egy másik történet, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy ő a Superman, és úgyis mutatja be magát, és aztán végén kiderül, hogy mégse az. Az is más, mint amikor te gondolod róla. De az egy másik történet. Na most ugye, mivel a tánc egy mozgás, és itt azért vagyunk egyen-ketten, akik sportolunk, vagy akik sportoltunk már valamit életünkben. Tudtok-e valamit mondani nekem, hogy, vagy a többieknek, hogy miért érdemes sportolni? Mondjuk akkor most ilyen. Más sportoló. Ez most nem a kamerában és nézni. Sport jelen formáló ereje miatt is. Igen. Igen, ezt föl is írtam egyébként, teljesen jó. Nem, teljesen jó, ugyanez, pontosan ezt akartam mondani. Tehát megtanít az alázatra, azt mondta. És ugye ez azért is fontos, mert a testünket az Úr ránk bízta. A Szentlélek temploma. Tehát az, hogy mi ezzel hogyan bánunk, ez a mi felelősségünk. Tehát, hogyha én egész nap a tévé előtt ülök, chipset kajálok, meg csokoládét, meg a kólát csurgatom le a torkomra, és ha csodálkozok, hogy utána esetleg megbetegszem, akkor ne csodálkozzak rajta. És mehetek akár hetenként is imád kérni a gyülekezet vezetőitől, oké, de én mit teszek érte? Tehát, hogy az Isten nem azt mondta, hogy figyelj, dőlj hátra, én most már szeretlek, és akkor innentől kezdve te bármit csinálhatsz, mert minden bűntelen, és innentől kezdve minden rád van bízva. És akármit csinálsz, az nem rossz, ilyen nincsen. Tehát igenis van szabad akaratunk, és el tudjuk rontani, és tönkre tudjuk tenni. És erre fontos, hogy figyeljetek, pláne akik fiatalok még, mert hogyha egyszer az életformáttá válik valamilyen szintű sportolás, én nem azt mondtam, hogy élsportol legyen, én eleve nem szeretem az élsportot, mert egy picit ilyen embergyilkosnak tartom, hogy az eredménye fontos, nem pedig az ember, mert nagyon-nagyon sok élsportoló ismerősöm volt, és láttam, hogy tele van a falok levelekkel, meg plecsnikkel, és 20 évesen már 8-szor volt műtve, tehát hogy így nem túl sok értelme volt ennek. Aztán van persze a másik oldal is, de az a kevesebb, tehát genetikailag nagyon kevés ember van úgy megteremtve, az Isten nagyon kevés ember teremtett úgy meg, hogy mindenféle sérülés nélkül megúszta az összes élsportát. Jó, tehát hogy erre nagyon figyeltek oda, hogy ha megteheted, 15-20 perc kocogás, nem kell több. Csak egy kicsit odafigyelsz, egy kicsit több folyadékot így áll. Egy picit odafigyelsz arra, hogy este, amikor mitől lefekszel, akkor még ne akkor kajád magad mondjuk tele. Tehát ha betartod ezt, hogy reggeliz úgy, mint egy császár, ebédelj úgy, mint egy polgár, vacsoráz úgy, mint egy koldus, ez nem egy rossz mondás. Én is most vettem észre, hogy világéletemben sportoltam, és megszedett a muci, és följött rám 10 kiló. És nem tudtam leadni. És csináltam én is mindent, tehát tartottam az edzéseket is, és egyszerűen bármit csináltam, nem ment le. És egy javaslatra mondták, hogy na, akkor tegyem le az édességet. Most nekem egy probléma miatt is le kellett tennem mindenfajta édességet, tehát még gyümölcsöt sem ehetek. De 5 kilót olyan szinten adtam le villámgyorsan, mint hogy sose lett volna rajtam. És effektíve nem történt most, nem tudom, egy fél éves feszített meg erősítéssel, tréninggel egyből kötött nagy nem tudom milyen fölkészülés, hanem 2 hét alatt lement 3 kiló azonnal. Elkezdtem kocogni, és onnantól kezdve azon vettem észre, hogy ugyanolyan kondiba vagyok, mint 30 évesen, pedig 46 éves vagyok. És akkor 30 évesen mondjuk hetente 5-ször edzettem napi 3-4 órákat, és kijártam a Margit-szigeten néha futogatni még mellette, és azon vettem észre magam most, hogy lefutottam 6 kilométert 28 perc alatt, úgyhogy még nem is voltam kipukkanva. Tehát, hogy aki futott már, így azt tudja, hogy ez egy elég emelt tempó. Tehát, hogy ez nem most nem egy világbajnok tempó, ne úgy érzsétek, most én vagyok itt, nem tudom kicsoda, csak hogy ez egy elég emelt tempó, és furcsa volt, hogy megnéztem az órát, és nem hittem el. És csak ennyi múlt, hogy odafigyeltem magamra. Oké. Visszatérve a hálaadásra.
Biztos voltatok ti is olyan szituációkban, amikor azt mondtad, na most aztán miért adjak hálát? Most éppen összevesztem, most éppen ellopták, most éppen összetört, most éppen kigyulladt, most éppen egyest kaptam, most éppen ott hagyott, bármi történt. És hát ugye ez minden helyzet, mindenkinek van az életében ilyen helyzet. Én azt tudom, tehát amiket én mondok, ezt magamnak is mondom, tehát ne úgy éressétek, hogy most kiálltam ide okosokat mondani mindenkinek, hanem tapasztalatból mondom, hogy ha elkezdesz hálát adni, és megkeresed azt az egy pici pontot, amiért hálát tudsz adni éppen aznap. Azért nem, hogy föl tudták kelni. Azért nem, hogy valakinek tudsz köszönni, vannak valami szeretteid, tudsz neki adni egy puszit, meg tudod ölelni. Vagy tudtál etni egy finom reggelit. Mert most éppen én azt nézegetem, hogy eszik mindenkit az édességet, én meg a falat kaparom. Tehát, hogy esetleg egy nutellás söble, és már én sugráltam volna itt reggeltől estig. Tehát, hogy bármiféle picike dolog, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, mert minden olyan természetesnek tűnik. És azon veszed észre magad, hogy abban a pillanatban, hogy nem fókuszálsz így rá a problémára, és nem a gödörbe állsz, és csak panaszkodsz, abban a pillanatban észreveszed, hogy kijöttél a gödörből. Tehát ilyen negatív hatások folyamatosan érnek bennünket, és olyan információ eladat van, és olyan szintű túlnyomást kap az ember, hogy nem tudod néha már kezelni. Tehát ezért volt nagyon-nagyon jó, amit a Péter mondott, hogy igenis csöndbe kell tudni lenni. És mindig is ez a legnagyobb baj egyébként, én nekem is ez volt fiatal a legnagyobb bajom, hogy a fiatalok félnek csöndbe lenni, félnek egyedül lenni. Mert akkor valamiről lemaradnak, vagy éppen akkor kiesnek a pörgésből, vagy nem tudom mi. De az Isten soha nem fogja tűnővölteni a Walkmanedet, a televíziót, a mozit, a nem tudom mit, a diszkót, soha. Ő nem fog ott állni, és akkor túlharsogni a 3000 wattot. Ott áll csöndbe, és hív, de neked ahhoz csöndbe kell lenni. És hogyha ez most egy naponta 15-20 perc, akkor 15-20 perc. És észre fogod venni, hogy a 15-20 perc olyan villámgyorsan lesz egy fél óra meg egy óra, mert jól fogod érezni magad benne. Tehát, hogy te az Istent megszólítod csöndbe, és szeretnél valamit hallani tőle, és figyelsz rá, akkor ő soha nem fog csöndben maradni, mindig is üzenni fog neked. De abban a pillanatban, hogy te azt mondod, hogy jaj, Uram, figyelj rám, és már kapcsolom be a zenét, mondj valamit, de most ezt még akkor meghallgatom, meg ez az új sláger, és akkor most még a Facebookon ezt még, jaj, de jó, ezt még megírom, és eltelik így az egész nap, és azon veszed észre magad, hogy eltörvött az egész nap, és nem is beszélgettél az Úrral semmit, pedig üzent volna neked valamit. És ő mindig jót üzen. Őtől nem fogsz rossz üzeneteket kapni. Őtől nem fogsz üzeneteket kapni, ami lesújt, ami letaglóz, amitől négy kéz lá fogsz közlekedni, és azt mondod magad, hogy fölvagdosom az ereimet. Szóval ilyet ő nem fog neked üzenni. Ezt ne felejtsétek el soha, hogy ha baj van, nagyon sokszor ez egyszerűen bennünk van, emberekhez megyünk segítségért, hogy segítsen ő, mert ő biztos jobban tudja. Az nem baj, ha segítséget kérsz, tanácsot kérsz valakitől, nem ezzel van a probléma. Csak hogy neked az igazi segítőd, az Isten tud lenni. Mert az, amit másik ember fog neked mondani, azt neki mutatta az Úr arról a problémáról. De ha azt szeretnéd, hogy te neked személyesen mutassa meg, hogy mi a megoldás az életedben, ahhoz neked vele kell beszélgetned. Tehát nagyon fontos az, hogy persze kell nekünk vezető, és kellenek azok, akik tanítanak bennünket, mert úgy jutunk egyre feljebb, és kapunk olyan meglátásokat, amikre más emberek jutottak, és ez nekünk óriási nagy segítség. De ez nem azt jelenti, hogy akkor hátra kell dőlni, és csak bambán hallgatni örökösen az Isten tiszteleteket, vagy bármilyen tanítást, mert akkor maradsz egy csecsemő szinten, akinek örökösen tejet kell adni, mert ő nem képes fölnőni. Tehát figyeljetek erre, hogy igenis ez egy nehéz időszak, és nektek, ti most eléggé pont ebben az időszakban vagytok nagyon sokan, amikor még nem vagytok gyerekek, de még nem vagytok felnőttek. És most jön ez a köztes állapot, hogy a szüleiddel már néha nem érted meg a hangot, de közben sehol nem találod igazából a helyedet. Tele vagy kérdésekkel, nagyon sok bizonytalansággal, mennél össze-vissza mindenfelé, de ebbe tapasztalatlan vagy, abba tapasztalatlan vagy, és az nagyon jó dolog, hogyha olyan emberektől kér segítséget, akik felnőttek, tapasztaltabbak, átmentek már hasonló szituációkon. De ez nem azt jelenti, hogy ez elég. Tehát nagyon fontos az, hogy töltsetek időt az Úrral, és minden nap van miért hálát adni. És ez egy nagyon jó mondás volt, ezt még a Hampali mondta egyszer, amikor jártunk volt egy ilyen keddi alkalom volt, nem volt sok, de azok nagyon-nagyon jó alkalmak voltak, és mondta a Pali, hogy és ez nagyon bennem maradt azóta, hogy mindenkiben szól egy dicséret. És az egész nap szól benned. Ez lehet, hogy csak egy ige, lehet, hogy egy dicsőítő szám, lehet, hogy egy ige hirdetésből egy mondat,
amit éppen akkor neked szokott. Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Csak figyelj erre. Oké? Okay? Most játszunk egy ilyet. Jó? Legyen most mindenki picikét csöndbe. Figyeljetek saját magatokra, meg az Úrra. És kíváncsi vagyok, hogy kinek mi szól. Egy ének, egy ige, egy idézet, egy bibliai történet. Oké, okay, most maradjatok így, nyugodtan lecsukott szemmel esetleg, vagy lehajtott fejjel, és azt tegye fel a kezét, aki meghallotta és hallott valamit, vagy úgy érzi, hogy ő neki most megvan, hogy mi volt az, ami most szólt, vagy szól benne valami. Oké, okay, ez tök jó. Tök jó, mert legalább a csapatnak a fele. És egyébként higgyetek, hogy a többiekben is, csak lehet, hogy nekik több idő kellett volna, hogy csöndben legyenek, és akkor jobban meghallották volna. Tehát mindegyikötükben szól valami. Oké? Okay. És van egy másik kérdés, ami aztán nem került bele végül is a kérdésekbe, amikről aztán majd a kisebb orban beszélhettek, hogy elfogadtad-e már azt, aki te vagy? Tehát, hogy meg tudtál-e elégedni azzal, hogy te ilyen vagy? Hogy te így nézel ki, ilyen az alkatod, ilyen a hajad, ilyenek a talentumaid, ilyen ügyes vagy mondjuk zenébe, matekba, táncba, sportba, teljesen mindegy. Van, tehát akkor megint egy ilyen kérdést tegyünk föl, jó, hogy van-e valaki, aki valamivel elégedetlen magával? Nyugodtan. Oké. Okay. Ez addig nem probléma. Amíg ezen te szeretnél változtatni, és nem az Istent vádolod érte. Mert az Isten jókedvébe teremtett téged. Nem azért vagy ilyen, mert ő most éppen nem figyelt oda, aztán így keverte össze a dolgokat. Mint egy rossz méregkeverő. Tehát azt soha ne felejtsd el, hogy biztos ezer helyen hallottátok már, hogy egyéni vagy, és egy vagy, és nem vagy megismételhető, és hogy soha nem lesz a világban még egy olyan ember, mint amilyen te vagy. De most én nem ezt akarom mondani, hanem pontosan azt, hogy az Isten téged megteremtett ilyennek, az jó. Mert ő nem csinál rosszat. Az Isten nem hibázik. Oké? Okay? Tehát ezt ne felejtsétek el soha, hogy ő nem ember. Ő nem rontja el a dolgokat. Ő amit megtett, és meg akar tenni, az rendben van, és jó, és tökéletes. És ezért te is az vagy. És abban a pillanatban, hogy van benned az Isten felé egy lázadás, miért pont ilyen vagyok, miért pont ebben a családban, miért pont így nézek ki, bőrűn vagyok, abban a pillanatban te nekiállsz az Istent vádolni. És azon veszed észre magad, hogy nem fogadod el azt, hogy ő tökéletes. Tehát, hogy ezt meg fogod érteni, mert mindenkiben van ilyen, és ez nem baj. Tehát azt mondom, tehát higgyetek el, én rengeteg modell között dolgoztam, egy olyan, ahol nem találkoztam, aki nem tudott volna magából valami hibát mondani. Pedig ők a top modellek, és ők elvileg a szépek, meg a nem tudom. Soha egyen nem találkoztam, aki ne lett volna valamilyen kritériummal magával szemben. Jó? Tehát nem ez a baj. És ezen lehet is változtatni. Azt mondod, hogy egy kicsikét, akkor kezdjél el sportolni. Oké? Okay? Azt mondod, hogy jaj, hát itt egy kicsit, akkor kezdjél el edzeni. Jó? Tehát ez nem baj. Ezzel semmi baj nincsen. Foglalkozz magaddal, igenis, ápold magadat, ez rád van bízva. Nem ezzel van a probléma. Tanulj meg hálát adni azért, aki te vagy. És észre fogod venni, hogy eltűnnek ezek a lehúzó korlátok, hogy már megint hogy nézek ki, a lány létrebben 41-es lábon van, hát ez tiszta gáz. Tehát, hogy értitek? Tehát rengeteg ilyen van. És a fiataloknál, a kamaszoknál rengeteg ilyen van, és ezek miatt be tudtok fordulni, ami teljesen fölösleges. Hát most tényleg visszakanyarodunk arra, amit Attila levetített itt az első éjszaka.
Emlékeztek rá? Ott kit érdekel, kinek mekkora a haja, meg mekkora a lába, meg hogy milyen ruha van rajta, meg hogy ő honnan jött? Fontos az valakinek abban a szituációban éppen? És az örökké valóság szempontjából szerintetek ez lényeges kérdés, hogy te most éppen hol vagy, meg hogy teljesen mindegy, hát ha mennybe megyünk, nem az a lényeg, hogy most éppen mi van, csak az a gond, hogy egyszer ilyenek vagyunk. Annyira a világban szerint, annyira a világban belénk kódolva, és annyira a szemünk az, ami vezet bennünket, hogy azon veszed észre magad, hogy mert az nem baj, hogy meglátod a szépet, és gyönyörködsz benne egy szép festményben, egy szoborban, egy naplementében, egy bármilyen, az nem probléma. Az a probléma, amikor azt mondod, hogy jó, szegény, milyen csúnya. Kinek csúnya? Vagy mi szerint csúnya? Megszületik valakinek egy gyereke, ugye én is akkor tudtam ezekről igazából beszélni, amikor megszületett a Muci. Egy szülőnek, és ez egy igazi közhely, hogy a szülőnek a gyereke az szép. Az egy dolog, hogy látja a hibáit, meg látja, hogy milyen, de szép. És nem azért szép, mert tökéletes szerinte is ő a legszebb a világon, hanem azért, mert egy szép ember, aki a világra jött, és egy csoda, az Istentől kapott csoda. Nem azért született, mert most mi ketten ezt annyira úgy akartuk volna, vagy hogy ez bárki ezt így tervezte volna, hogy így fog kinézni, ez nem így történik. Jó, és akkor a végén csak egy jó tanáccsal fejezném be, ami nekem is nagyon-nagyon sokat segített, és segít folyamatosan, hogy ha nem akarsz fáradt, enervált, rossz kedvű ember lenni, akkor ne panaszkodj, hanem dicsőíts. Tehát ezt próbáljátok ki, hogy ha kicsit a mély ponton vagytok, vagy egy kicsit úgy érzitek, hogy elegetek van mindenből, akkor tegyél fel egy dicsőítést, vagy kezdjél el igét olvasni, vagy kezdjél el csak imádkozni, és kezdjél el hálát adni valamiért. Mint ahogy mondta a görbicokor, most miért adjak hálát a következő szekrényért, lablakért, a karnisért, teljesen mindegy. Csak kezdjél el hálát adni, és abban a pillanatban, hogy ezt elkezded, észre fogod venni, hogy teljesen más síkra léptél. És leveszed a szemed a problémáról, ami lehúz. És az érc ki jóra nézel, és abban a pillanatban megmenekültél. Jó? Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.